Sziasztok! Az egy az egy műsorát látjátok a megújult mb 1hu YouTube csatornáján. Ma tíz válogatottság, egy bajnoki cím, illetve két magyar és egy skótkupa győzelem ülít velem szemben. Szovumi Tomás képében, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlök mindenkit! Edzésről, vagy az irodából érkeztél most hozzánk? Most kivételesen az irodából. Igen, mert ugye, ugye két helyen is aktív vagy még labdarúgóként. Ugye az öreg fiúk korosztályos csapataiban játszol egyrészt a nagy tétényi másrészt meg a fradi öreg fiúkban. Talán nem megbántva a nagy tétényieket, utóbbi a, a nevesebb ö, játékosokból álló csapat. Vén Gáborral, Gyepes Gáborral, Bolyán Lazicsal megvan-e még az összhang így 20 év után is? Hát egyedül a Lazicsal nem játszottam, de az összhang megvan. Disztes Krisztiánékkal is a tejfogú Keller Józsi a irányít mindenkit középről, tehát nagyon jó hangulat. És a nagy tétényi koházban milyen, milyen, a futball? Ott azért nem annyi régi ismerős futballozik, mint inkább számodra új arcok. Hát azért van ott egy-két ex újpesti legenda, velük játszunk. Az erős karcsi például. Erős karcsi, persze, Tamási. emlegetitek még a egymás elleni párharcokat? Azokat mindig. Tehát az, az mindig feldobja a mérkőzés előtti És hangulatot. Kibüszkébb a régi történetekre? Elmondhatom, hogy én. És a karcsi mit szól ehhez? Hát ő az MTK-ban volt sikeresebb, új percek Ma hiányzik még valami neked a profi focista életből? Hát, hogy nem léphetek ki a hétvégén a pályára. De most kiléphetsz, csak már nem ugyanazok között a. Csak belső, a már nem profi szinten, között. igen. Tehát ez a része hiányzik, a rendszeres készülés. Ugye uh -huh. térjünk rá a főállásodra, ami jelenleg a játékos menedzserség. Mennyi időt veszi el most ez a munka? Nagyjából egy munka neked hogy néz ki? Hát 0-24. Tehát jönni, menni kell annyi, hogy nincsen kötöttség kivéve akkor, amikor el kell látogatni megbeszélésekre, játékosokhoz, klubokhoz. Most akkor a felkészülési időszakban barátságos meccsekre is jársz, gondolom. Jártam, voltunk itt Törökországban az edzőtáborokban is, ugyanott ott voltak transferek, tehát mozgalmas az élet. Hogyan fogadnak egyébként ilyenkor a klubok? Tehát ott edzőtáborozik egy csapat belegben, és megjönnek a retteget játékos ügynökök, nem félnek a csapatvezetők, hogy akár elveszed a játékos, vagy elveszítek a játékosok figyelmét. Nem, igazából mi a saját játékosainkat követjük, tehát nem az új játékosok után megyünk. Őket nézzük, ugye megvannak a kinti partnereink, van, akikkel ott találkozunk, más ügynökökkel is, akivel megvan beszélve, hogy ilyenkor tudunk ott találkozni. Összehozzuk, és nem beszélgetünk együtt. Ugye jelenleg éppen dübörög az is szezon, amikor ezt a beszélgetést felvesszük. Ilyenkor mennyivel melósabb? Hát ilyenkor már a hajrába vagyunk, tehát előtt, igazából előtte melósabb a dolog összehozni a játékosokat a klubokkal fordítva, és megkeresni mindenkinek azt, ami éppen az igénynek megfelelő. Néhány év tapasztalatával szerinted milyen a jó játékos illetve te hol tartasz az ehhez vezető úton? Hát milyen a jó játékos menedzser, az részben függ a játékostól is, de mindenképpen az a jó játékos aki a játékos veszi előnybe, és nem az érdekeket, mert hosszú távon gondolkodni kell, és ez a legfontosabb világ. Neked karriered során milyen élményeit voltak játékos ügynökökkel? Kérdezem ezt azért is, mert voltak azért kalandos távozásaid, főleg a külföldi állomásaidról. Öhm, megmondom őszintén, a legelső menedzserem, aki kivitt olimpiákhoz, maga Bovisztahoz, nem találkoztam vele személyesen, egyedül telefonon beszélgettünk, még a régi tárcsázos telefonon. Tehát nem tudom, hogy néz ki, nagyon jó viszonyunk volt ennek ellenére. Volt külföldön élő magyar ügynököm is, és az utolsó ügynökömmel éppen aki a partnerem. Igen, tehát ő így tiszta le... a ciprusra igazolásodat. Igen, és azóta is együtt vagyunk, tehát ez nem a, az ő hibája volt, ami ott létrejött, vagy alakult, az úgy hozta a sors, de azóta a barátság az megmaradt, ez a legfontosabb. Annak idején ugye játékos pályát során a szlovácskót be kellett, hogy pereld, és azt meg is nyerted. Utána visz, előtte még az, az Ázsák pedig az akkori edződ, aki a te leigazolásodat menedzselte, ő került jogi eljárás alá. Akkor te voltál kapcsolatban játékos ügynöke, vagy segített neked bárki ebben az ügyintézési folyamatban? Az Ázsák éppen a megboldogult Balla Györgyel voltam kint, ott nem volt igazából probléma semmi. Tehát az, hogy az edzőt elvitték, az nem tehetett senkit, tehát nem volt semmi, ott könnyű megoldás volt. A Szlovákszkónál egy ügynökkel mentem ki, vagy ő, ő képviselte a csapatot, de az ügyet magam intéztem. Itt igazából ott ki a volt a klub részéről. Tehát uh -huh. ott rendőrségi fejlentéstől kezdve mindent magam intéztem. Ezek a tapasztalatok tereltek téged a menedzseri pálya felé, hogy azt tapasztalatod, hogy egy játékos alkalmas, mint a pályán kívül is komoly segítségre szorulhat a képviseletében? Nem igazán, valójában az partnerem a Pánikhoz volt az, aki ebbe az irányba terelt. Bánod egyébként a, a külföldi kalandjaidat játékosként? Igazából nem, tehát most elmondhatom, hogy a volt csapattársam Vádi a Marokkó szövetségi kapitány, tehát itt ismer, megismertem több embert, új barátokat, tehát büszke vagyok rá. Ha azt előre, akkor kicsit másik kérdezem, hogy ha előre tudod, hogy sehol nem tudsz hosszú távon megragadni, akár extrém okokból, akár szakmai okokból, akkor is belevágtál volna, vagy akkor inkább megpróbálsz végig Magyarországon maradni? Nem, mindenképp belevágtam volna, és talán más lehetőséget is elfogadtam volna, mert annak nem mentem ki Németországba. Meg volt a, az oka, többnyire a bőszínen végett. De így utólag azt mondom, hogy hülyeség volt, de akkor ugye eléggé volna. Több klubnál is jó szívvel emlékeznek rád, ez jelenleg jól jön? Természetesen hát általában mindenkivel megtartom a baráti viszonyt, hát nem vagyok, nem voltam egy balhés játékos, mondom, ennek a gyümölcsét élvezhetem most. Egyébként bármelyik olyan csapatoddal, ahol nem volt túl békés az elvállás, velük találkoztál már azóta a munkakörülmények között? Tehát akár volt ügynöki tennivalód az Ajaxió felé, akár a szlováckó felé, a, mondom, a franciákkal nem volt semmi probléma, ezt megbeszéltük 5 perc alatt, tehát az, az jó viszonyban váltunk el. A szlovászkóval is találkoztam azóta, a, a volt csapattársam éppen a technikai menedzser, a volt edzőm volt ott, mint sportigazgató, tehát a viszony az megmaradt. Tehát a kettő nem zárja ki egymás volt, maximum személyekkel lehetett, vagy voltak problémáim. Ugye egy ciprusi magyar irodánál dolgozol, ahol a korábbi ügynököt Pánikosz Makedonász a társad. Hogyan jön az ötlet egy ciprusi játékos ügynöknek, hogy itt próbáljon egy ilyen céget létrehozni? Hát egyrészt ő még Magyarországon élt és él, innentől kezdve adta magát, hogy itt nyitja meg a céget. E világos viszont milyen szakmai okok szólnak a mellett? Tehát... Ő is labdarúgó volt. Ő az volt az egyik játékos megfigyelője, edzősködött is mellette, és időközben tért a játékos ügynökséget, de már ő 2002 óta játékos ügynök annak idején, amikor ő felkért téged, hogy dolgozz vele, akkor milyen terveket vázolt föl, vagy mi volt az, ami igazán vonzóvá tette számodra ezt a lehetőséget? Hát ott igazából nem engem szerettek volna leigazolni, hanem Debrecenből a Kulibalit, és itt volt az edző megnézni, és effektíve én jobban meggyőztem, és Korábban egyébként bevett uticél volt a magyar, illetve a magyar ligában játszó játékosok számára Ciprus. Ma ez egy picit arányaiban talán visszaszorult. Ennek az okát miben látod? Fejlődött -e korát a magyar liga? Vagy szerinted mi ennek az oka? Megmondom hogy szintén a ciprusi liga sokkal erősebb. Rangsorban sokkal feljebb van, mint a magyar bajnokság. Ők sok olyan profi játékos hoznak Premier League-ből, aki idősebb is tudja tanítani a fiatalabbakat. A magyar piac valószínűleg anyagilag vonzóbb, de ugyanakkor fejlődött is, de már nem verjük meg a ciprusiakat, mint annak a idején, amikor még én játszottam, hogy kimentünk és könnyű ellenfelek voltak. Jelenleg szerinted a két bajnokság közül melyik a jobb ugródeszka egy játékos számára, a ciprusi vagy a magyar? Mindenképp a ciprusi, rendszeresen adnak el játékosokat, mi sajnos nem, és mi általában a külföldeket adjuk el, és nem a magyarokat. Ugye a Covid-járvány után most az orosz-ukrán háború miatt van nehéz helyzetben az európai gazdaság. Az, hogy két ilyen extrém gazdasági helyzet ilyen gyorsan követte egymást, ez a térség, most itt közép-kelet-európára gondolok, a térségnek a játékos piacát mennyiben befolyásolta? Hogyan szűkültek esetleg az anyagi lehetőségek? Nem igazán a labdarúgás, az egy másik piac. Itt nem befolyásolta annyira, mint vártam. Sőt, azt mondom, hogy hamar túlléptek rajta a klubok, és ugyanúgy dolgoznak tovább, mint eddig. És a kelet-európai rivális csapatok más országokból, akár az ő anyagi helyzetükön érzel bármi változást, hogy Hát a rivális csapatok, most azt mondom, hogy Romániában egy játékos 5, 6, 7, 8, 10 millió adnak el, akkor ők hamar megkeresik azt a pénzt, ami hiányuk van. Ugye akkor örülünk, ha egy játékos el tudunk másfél-két millió adni Magyarországról. Ugye amikor mi most beszélgetünk, akkor Aisha Lajduni még a Ferencváros játékosa, viszont már tudunk topligás ajánlatokról, amelyek befutottak érte. Szerinted, hogyha sikerül a Ferencvárosnak az a terve, hogy 4-5 millió, vagy még annál is magasabb, 4-5 millió eurónál is magasabb összegért adják őt el, az, az, mennyivel helyezheti feljebb a magyar játékosok ázsióját, illetve az egész magyar piacra milyen hatást fog tudni gyakorolni? Valójában a Ferencváros ázsióját fogja megemelni. A magyar piac Ázsiát akkor emelné meg, ha magyar játékos sikerülne ilyen Összegére eladnunk. És ha lenne mondjuk egy idő után több lejdunink, hogy két-három lájdunit tudnák ebből a bajnokságból eladni, akkor a magyar játékos is könnyebb lenne eladni. Világos. Uh, ugye még egy aktuális kérdés, zsuniort álló az egyik képviseltetek, uh, nemrég bontott szerződést az újpestel, mi az, amit lehet tudni a távozás okairól? Egyrésztről uh, megbeszélte a klubba, hogy szeretne távozni a klubnak is így volt jobb neki, és vannak külföldi megkeresései, aztán majd meglátjuk, hogy melyiket fogja elfogadni. Hova nézelődhet most egy olyan játékos, aki a Magyar Ligában kegyvesztetté válik? Igazából bármere. Tehát Franciaországtól, az arabokig bármere, tehát Kína a lehetőség az adott. Köszönöm szépen a beszélgetést. Ez volt a beszélgetésünk Szovumi Tomás tízszeres válogatott labdarúgóval. Ha szeretnétek még több ilyen tartalmat látni, akkor keressetek minket a Youtube-on, holnapunkon, az mb1.hu-n, illetve a social felületeinken is.